Közel 30 ügyintéző vehette át bizonyítványát Horváth Kálmán kormány megbízottól, miután elvégezték a KAB kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzést. A megye mind a 10 kormányablakából és mind a 6 járási hivatalból részt vett valaki a tanfolyamon. A közel 2 hónapos kurzust 2016 óta szervezik meg Tolna megyében, így az elmúlt 5 évben már valamennyi kormányhivatali dolgozó elvégezte ezt a tanfolyamot. Miután a kezdetekhez képest most már több mint 1000 ügykörben járnak el a kollégáink, ezért nagyon fontos az, hogy aktuális legyen a tudásuk. Nyilván kezelni kell tudni a számítógépet is, tehát egy elég széleskörű tudást ad ez a képzés. Gonda Ádám, a Tolna megyei kormányhivatal Dombóvári járási hivatal kormányablakának osztályvezetője azt mondja, nagyon fontosnak tartja, hogy minden kollégája és velük együtt ő is naprakész tudással rendelkezzenek a legtöbb szakirányt illetően. Ez az egyik legfontosabb dolog a kormányablak osztály feladatellátása során, hiszen akár nyugdíjkérdésben, akár más olyan jellegű kérdéskörben, amiben felkeresnek bennünket az ügyfelek, muszáj, hogy pontos információt adjunk nekik, a kérelem kitöltése korán kellő tudással rendelkezzünk, ahhoz, hogy megkönnyítsük azon kollégáknak a munkáját is, akik majd később a döntést meghozzák, akár itt Szekszárdon a kormányhivatalon. Horváth Kálmán beszédében elmondta, az ügyintézők a kormányhivatal arcai, akikkel az állampolgárok elsőként találkoznak, rajtuk keresztül ítélik meg a kormányhivatal munkáját. Ennek sikerességét pedig az elenyésző számú panaszok igazolják.